Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Az évvégi utolsó nálatok Mizut, vagy ha úgy tetszik, a legutolsó ünnepi nálatok Mizut látják. És hát nem akármilyen vendégeket hoztam a mai műsorba. Mondhatnám azt is, hogy állandó vendégeket, de ez sajnos az idei évre nem volt igaz, hiszen ha jól emlékszem, nem is találkoztunk így ebben a formában az idei évben, és itt a stúdiónkban sem. De ezt kicsit később majd megbeszéljük. Azt viszont el kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy öröm, hogy végre összejött ez a beszélgetés, hiszen ebben a járványos helyzetben újra felmerült az a kérdés, hogy esetleg meg tudjuk-e itt a stúdióban tartani, vagy újra az online térbe kell ezt megszerveznünk, és hát ugye arról is szót kell ejtenünk, hogy ugye az egyik vendégünk is éppen tegnap szabadult ki a karanténból, úgyhogy én most nagyon nagy örömmel vártam ezt a mai műsort. Szeretettel köszöntelek titeket, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy itt lehettek. Akkor mondanám is a hölgytől kezdve a vendégeinket, Lengyel Zsófia esélyegyelősségi referens, szeretettel köszöntelek. Köszöntelek én is mindenkit, és a nézőket is. Torony atya, Tornyai Gábor, az öreg egyi plébánia, a plébánosa. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Keller János színművész. Én is nagyon szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy itt lehetünk személyesen. És hát nagy öröm, hogy Cseppakovics András polgármester is itt lehet velünk újra. Köszönöm a lehetőséget, meg előre is örülök a jó kis beszélgetésnek, mert eddig mindig olyat produkáltunk, remélem most sem leszünk unalmasak. Igen. Hát kezdjük azzal, hogy ugye amikor ez a műsor megszületett, hát most már másfél éve, akkor ti az egyike, tehát azt hiszem, hogy talán a második részben, vagy az első részben voltatok. Szerintem is. Valahogy mi így. Mindig azok vagyunk. És akkor megbeszéltük, hogy ezt a csapatot nem akarjuk így elengedni, úgyhogy időről időre visszatértek. Ugye azt hiszem, hogy egyszer volt egy online is, az a tavalyi utolsó év utolsó mizuja volt, és ugye idén pedig már volt róla szó, hogy találkozunk, de aztán megint jött a járványhelyzet, és a többi, és a többi. És én nem akartam, megmondom nektek őszintén, nem akartam a Covidról beszélni, de hát sajnos úgy hozta a sors, hogy muszáj lesz, mert hát ugye szerintem az egész évünket megint csak felülírta, és hát erről fogunk most beszélni, hogy kinek hogyan zajlott az idei éve, milyen tervek vannak esetleg a következő évre. Na most nagyon sokat beszéltem, úgyhogy átadom a szót a Zsófinak először is. Hát ha jól tudom, akkor most ötünk közül csak én nem voltam még covidos ebben az évben, illetve hát eddig, de te már voltál. Igen, én az idei év márciusában sajnos átestem a betegségen. Nem volt egyszerű, elég küzdelmes volt, meg azért megnehezítette nagyon a 3 hét karantén, de szerencsére így a vakvezető kutyussal együtt is meg tudtam oldani, hiszen ugye jó nagy nehézség volt, hogy őt hogyan tudom majd akkor sétáltatni, vagy megoldani az ő ellátását. Szerencsére lekopogom, túlestem rajta, és most már jól vagyok. Ez most akkor az azt jelenti, hogy akkor már oltva voltál egyébként? Nem, márciusban még nem. Akkor még nem. Tehát akkor lehet, hogy egy kicsit te nehezebben viselted mondjuk, mint a többiek? Igen, illetve nekem sikerült sajnos az egyik rosszabb mutáns verzióját elkapnom, úgyhogy nem csak az alapbetegségekkel járt, hanem egyéb kellemetlenségekkel volt tarkítva. Egyébként ezt leszámítva, az évedet tekintve mi az, ami elmondható? Hát nagyon sok kalandban volt részünk a vakvezető kutyussal, ugye nekem most a legújabb az az, hogy kipróbálom ezt az életet, hogy milyen is látássérültként vakvezető kutyussal, úgyhogy ez az, ami kiteszi nagyon sok részben így az életemet, illetve természetesen végre újra nem csak home office státuszban, hanem személyesen is elláthatom a munkámat iskolákban gyerekek mellett, előadásként ugye a SZÉP programmal, a Székesfehérvári Érzékenyítő programmal, úgyhogy ez az, ami nagyon nagy boldogság. Egyébként azt hogy élted meg, hogy nem lehetett menni? Nagyon azért nehezen. Neked ugye ez fontos, ez a kontakt. Hát a kontakt is, meg én azt szoktam mondani, hogy látó testbe születtem látássérültként, tehát hogy az én testem az mindig menne, vezetne, motorozna, mindenféle kalandokba venne részt, de a látássérültségem ugye azért nagyon lefékez sok mindenben. Én másfél évig voltam home office státuszban, az nagyon-nagyon nehéz volt mentálisan, meg lelkileg, úgyhogy én most minden programnak és lehetőségnek nagyon örülök. Mindenhova megyek, ahova csak lehet. Gábor, hát te is átestél. Én igen, de én még valamikor, még az előző év, tehát a második hullám alatt voltam, a nagyon-nagyon enyhe formában, úgyhogy így ebbe az idei évben ez messze elkerült. Én találkoztam úgy betegekkel, mint kórházlelkészként voltam, mert kórházba, így Covid osztályokon, tehát hogy ilyen formában találkoztam, illetve most ilyen közvetetten, hogy a baráti körömből sokan betegedtek meg, gyerekek, felnőttek egyaránt, tehát hogy így a környezetem vagy körülöttem mozog ez a
ez a járvány történet, de ugye engem így személyesen nem érintett az idejében. Úgyhogy ez ennek így örülök meg, hát a közel a családomat sem, úgyhogy ez is így egy jó dolog. Hát veled úgy emlékszem, hogy amikor a tavalyi online műsorban beszélgettünk, akkor mondtad el a tapasztalataidat. Igen, igen, és én igazság szerint nem is erről szeretnék beszélni, hanem a sok pozitív dologról, ami az idén történt. Ugye a tavalyi év az borzasztó nehéz volt, hogy nem játszhattunk. Mindig próbálkoztunk, és elkezdtünk próbálni, és mindig leálltunk, és újra próbáltunk, és leálltunk, amíg aztán teljes zár jött. És az idén nagyon-nagyon sokszor megfogalmaztam azt, hogy mennyire hálás vagyok, illetve hogy hálásak lehetünk azért, hogy az idén már egyrészt próbálhattunk, már tavasz vége felé elkezdtük a próbákat, és aztán egyszer csak megtörtént újra a csoda, hogy jött a közönség. És hogy aztán személyesen is találkozhattunk még a színházon kívül, városi rendezvényeken, illetve a megyében nagyon sok helyre mentünk Várd Esztersára kolléganőmmel. És azt kell mondjam, hogy katartikus pillanatokat éltünk meg. Tehát az, hogy újra felcsendült a taps, hogy az emberek énekeltek velünk együtt, hogy kiabálták, hogy vissza, és hogy még maradjunk és énekeljünk, hogy olyan gyönyörű pillanatokat éltünk meg együtt, és annyira felértékelődött újra az, hogy együtt lehetünk, és hogy találkozhatunk, és hogy az energiák úgy szabadultak fel az emberekből és belőlünk is ezáltal, hogy nem tudom jobb szóval illetni, mint tényleg az, hogy katartikus volt. És én igazából már csak erre szeretnék koncentrálni, nem is szeretném hallani azt a szót, hogy Covid, és nagyon bízom abban, hogy már nem kell többet leállnunk, és gyakorolhatjuk a hivatásunkat minden nap. Kicsit később majd azért még besézzük ki, hogy mi minden jött még a te életedbe egyébként ez mellett, illetve amiket most mondasz, de azért az egy pillanatra megfogott ez a mondat, amit mondtál, hogy mennyire örültetek ugye a tapsnak, hogy azért ti pont azok a színművészek vagytok, akik ugye olyan alázattal állnak oda, mint eddig is, tehát még 2020 előtt is. Én emlékszem egy-egy olyan fellépésetekre, amikor talán elárulhatom a nézőknek, hogy mondtátok, hogy izgultok, mert hát szerintem ez természetes velejárója azért, mert hogy a maximális sikerre törekedtetek, és mégis azért ez egy másfajta öröm akkor ezek szerint. Másfajta. Természetesen én azt gondolom, hogy nem lehet úgy elmenni egy sima fellépésre, hogy az ember nem izgul. Tehát akkor szerintem ott valami baj van. Mert muszáj, hogy bennem legyen az az izgalom, hogy szeretnék átadni valamit lelkileg vagy szellemileg a hallgatóságnak, a közönségnek, és hogy egyébként egyre jobban öregszem, egyre nagyobb az izgalom. És fiatal koromban soha nem értettem az idősebb kollégákat, hogy miért félnek annyira, és hogy miért izgulnak. És aztán most már értem, hogy megöregettem. Na mindegy, szóval, hogy tényleg előtte is természetesen mindig arra törekedtünk, hogy a maximum. De most azt éreztük, hogy még valami pluszt kell adni. És azt hiszem, hogy talán az volt a plusz, hogy többet kommunikáltunk egy-egy fellépés alkalmával, mert igényelték az emberek. És ők is egyre többet szóltak hozzánk, és tettek fel kérdéseket. Tehát valahogy én azt érzem, hogy egy kicsit talán nyitottabbak lettek az emberek, és valóban hálásak voltak ők is azért, hogy újra együtt. Egyébként én azt vettem észre egy a színházzal kapcsolatban, hogy sokkal több olyan eseményt szerveztek, ami a közönséggel együtt van. Tehát, vagy nem tudom, talán mintha régebben nem lett volna ennyi az a kontaktus, amennyit tudtok találkozni, és egy kicsit jobban bevonni őket a ti dolgaitokba. Én mindig is törekedtem arra, hogy ne csak a színház falai között találkozzam a közönséggel, ezért is találtam ki például idén a Valentin napi körmenetet, amikor jártuk a várost és a szerelmeseknek vittük el a dalokat, aztán kitaláltam a nőnapot, hogy akkor a hölgyeket köszöntsük, de akkor ugye sajnos pont megint jött a zár, de nem baj, akkor nem nyugodtam bele, akkor jött az anyák napi, akkor mondtam, hogy köszöntsük az édesanyákat és minden hölgyet. Tehát én előtt is egyébként ilyen voltam, meg most is ilyen vagyok, és folyamatosan jár az agyam, hogy mi az a plusz, amit még lehet adni, mert szerintem fontos az, hogy az utcán is találkozzon velünk a közönség. Szerintem ennek nagyon-nagyon sok vonzata van. Egyrészt nyilván az, hogy ha mondjuk valaki nem jár színházba, de esetleg megtetszik egy produkció az utcán, akkor hát a felkelt az érdeklődését és bejön, vagy fordítva, vagy azért, mert színházba jár és örül, hogy ott is találkozhatunk. Na mindegy, a lényeg az, hogy nagyon fontos szerintem az, hogy beszélgessünk.
hogy találkozunk egymással. Szerintem hihetetlen sok erőt és energiát ad mindennapokhoz. Na és akkor polgármester úrnál egy kicsit azért megállnék, hogy egy picit beszélgessünk erről, hiszen szerintem egyike vagyunk most azoknak a helyeknek, ahol ugye a karanténból kiszabadulásod óta jársz végre. Picit mesélj erről, hogy élted meg. Már én is szívesen beszélnék valami teljesen mástól, mint a Covid, de hát nyilván ezen kerülhető. Egy másfél hetet vett igénybe, abból egy másfél héttel ezelőtt szerda csütörtök éjszaka jelentkeztek a tünetek, csütörtökön derült ki, ugye gyors teszttel, aztán PCR teszttel, hogy sajnos elkaptam. A vírus nem tudom, hogy hol, nem tudom, hogy kitől, de talán ennek nagy jelentősége egyébként nincs is. Ugye akkor már túl voltam a harmadik oltáson is, és összességében én úgy látom, hogy az oltások sokat segítettek abban, hogy az első 3-4 napban voltak betegségre utaló tünetek, láz, nátha, egy-két ilyen mondjuk úgy, hogy apróság. Minden tünet egy picit megjelent rajtam, de minden elég visszafogott formába. Aztán múlt hét vasárnap óta gyakorlatilag teljesen tünetmentes voltam, de hát néhány a polgármesterre is vonatkozik a karantén, meg a kislányunkra, hiszen ő a család azon tagja, aki még kora miatt nem volt beoltatva, úgyhogy mi házi karanténban voltunk egészen szombat éjfélig. Én nem szeretnék ezzel a vírussal, vagy nem szerettem volna ezzel a vírussal oltás nélkül találkozni. Nekem ez a nagy személyes tapasztalatom, korábban is mondtam próbálva képviselni a szakemberek által mondottakat, hogy igenis itt a megoldás a oltás, de most a saját tapasztalatom az, hogy én így éltem meg ezeket a napokat, főleg az első napokat, amikor az embernek voltak tünetei, hogyha oltással ilyenek voltak ezek a tünetek, akkor nem szerettem volna kipróbálni és megélni, hogy milyenek lehettek volna úgy, hogyha mondjuk nincs bennem oltás, vagy nincs bennem a harmadik oltás, úgyhogy én továbbra is arra kérek mindenkit, hogy essen át az oltásokon, mert hogy sokkal könnyebben esik át esetlegesen a fertőzésen. Már pedig itt akkor a számokról beszélünk, hogy nagyon nehéz ezt mondjuk úgy, hogy kibekkelni, úgy, hogy semmiképpen az ember ne kapja el. Valószínűleg nem is tudjuk ezt teljesen kizárni. Ami nagyon nagy szerencse, hogy a család egyik tagja sem kapta el tőlem, kollégáim sem kapták el tőlem, akikkel találkoztam ott az utolsó napokban, őrőlük sem tudok senkiről, aki megbetegedett volna, ez azért egy nagy lelki megnyugvás. Szüleimmel előző nap például együtt ebédeltünk, utána napokig a legnagyobb izgalmat az okozta, hogy ugye ők nem kapták meg, szerencsére nem. A kislányunkkal meg egyébként jól el voltunk, úgyhogy egy kicsit home office volt, egy kicsi filmnézés, egy kicsi pihenés, kicsi olvasás, aztán munka, aztán online, aztán telefon, szóval volt minden, és azt mondom, hogy így összességében ez a másfél hétben semmi olyan dolog nem történt, ami nem volt kibírható, de én azért nagy részben ezt éppen az oltásoknak tudom be. Úgyhogy én tényleg erre kérek mindenkit, hogy aki ezt még nem tette, az igenis fontolja meg. Tudunk sajnos ezekből a napokból is olyan híres embereket, sportolókat, zenészeket, akik ellene voltak az oltásnak, és tudjuk, hogy milyen nehéz, esetleg válságos helyzetben vannak. Most nem kell ezt senkinek megkockáztatni. Emellett szerintem, ami viszont a legfontosabb, hogy dacára mindennek, azért ez az advent már mégiscsak közelebb van mondjuk ahhoz az adventi időszakhoz, amit szeretünk megélni. Hát itt vagyunk most egy asztalnál, ugye Gábor atya a harmadik gyertya, az öröm gyertyájának meggyújtója volt, ha szabad így fogalmazni, a városi adventen. János itt mellettünk, hogy az adventi naptárnak volt az egyik fellépője, ugye most vasárnap este. És nem üres térnek kellett, nem online térben kellett, mint tavaly, hanem ott voltak az emberek, jókedvűek voltak, várakoztak. Mondjuk azt most erről a vasárnapról, hogy örömmel élték meg, hogy együtt lehetnek. Hogy meglepően sokan ugye, voltak. Hogy szerintem, ha volt, talán erről egyébként korábban a Mizuba beszélgettünk, hogyha volt értelme ennek a nagyon nehéz időszaknak, talán az, hogy sokakban felértékelődött az, ami igazán fontos az életünkben. Én ebben hiszek, és talán egy kicsit tapasztalom is már az elmúlt hónapokban, és ha így van, akkor mi mindennek ennek is volt értelme. Én általában is egy ilyen optimista ember vagyok, tehát szerintem nem érdemes azt nézni meg, keresgélni, ami nem jó, hanem azt, hogy miből lehet valamit építkezni, kicsit előrelépni, kicsit lelkiekben, a szívben erősödni, és szerintem ebben az időszakban is volt ilyen, és most nagyon jó megélni. Nagyon izgultam, most már elmondhatom, mert közeledünk a negyedik hétrégéhez, hogy nagyon izgultam ott november körül, hogy mi lesz az adventtel, hogy tudjuk-e tartani, hogy nem, és annyira örültem, amikor Püspök úrral az első adventi
szombaton ugye ő megnyithatta az adventi udvart, a püspökség csodálatosan most is feldíszített kertjében, udvarán, hogy másnap meg volt az első gyertyagyújtás, és akkor látszott, hogy igenis ez az advent, ez lehet, hogy néhány nagy programot nem tudunk megszervezni, inkább óvatosság okán mondjuk az idősek karácsonyát, amit persze nem karácsony kér, de majd azt a koncertet, amit terveztünk, majd megtartunk tavasszal, de a programok jelentős részét meg tudtuk tartani, és szerintem ez egy nagyon nagy öröm, úgyhogy szerintem koncentráljunk erre, és köszönet mindenkinek, aki ezért tett. És most nem kezdek el felsorolást, mert sokaknak mondhatnánk köszönetet. Egy nagy feladatunk van szerintem, ami az én tapasztalatom, hogy igenis az emberekbe vinni kell azt az energiát, amiből mosoly lesz. Mert ha valamikor, akkor most nagyon rá vannak erre szorulva az emberek, de hát mikor, ha nem az advent, mikor, ha nem a karácsony szóljon erről, de majd nagyon kell figyelni arra január-februárra, hogy akkor is ott legyen a mosoly, amikor egy kicsit már unjuk a telet, már hideg van, már nagyon várjuk a tavaszt, nem tudjuk ugye, hogy hogy alakul pontosan a járványhelyzet, úgyhogy ott kell majd egymástól nagyon odafigyelnünk, azt hiszem. Ugye többen említettétek ezt, hogy a pozitív részét kell kihozni mindennek, ugye nem csak ennek, de hát nyilván a Covidnak is volt olyan pozitív hozadéka, amiből most már párat soroltatok, de ugye ti életetekre nézve egyébként mi az, amiben úgy érzitek, hogy más lett mondjuk ez az elmúlt két év, mint az előtt? Mi az, amivel többet adott? Akkor beszéljünk arról, amit adott. Sofi. Mindenki rám néz. Igen, rám néztünk. Néha nézzük is, néha néznek. Azt a minden segít. Még szerencsé, hogy nem jövök zavarba, mert ugye nem látom, sőt a mokkakutyus is azt mondja, igaz, de én is ránézek. Fekszik le a mokka. Ja, igen, elfelejtettem közben mokkát is bemutatni, fekszik. Mert hát nem négy vendégem van, hanem öt, ugye Zsófival itt van a kutyus is. Igen, hát pozitív hozadéka nekem mindenképpen az online tér, hiszen amúgy nekem látássérültként hatalmas segítség az online tér és a technika fejlődése. Ugye mi sokkal nehezebben mászkálunk, azért szerzünk élményt, illetve nehezebben tudunk kommunikálni is, hogyha arról van szó, a személyes kontaktusra gondolok. Úgyhogy nekem nagyon nagy segítség volt, hogy tudtam az online térben kiteljesedni, kifejlődni, illetve egy kicsit így befele figyelni és önmagamat fejleszteni. És ezt a kettőt össze is kapcsoltam, hiszen a mottónak megfelelően, hogy minden ember képes, csak mindenki másképp. Elkezdtem erre felhúzni az életemet és ebből szépen építkezni. Erről mesélsz egy picit, mert láttam, hogy jártasz ilyen videókat. Igen, én is elkezdtem különböző felületeken, most már igazából majdnem az összesen megtalálhatóak vagyunk, legfőképp hát művésznővel, mert nem én szoktam lenni a sztár. Most már át kellett neki teljesen adnom a stafétabotot, és ő szokott a leginkább szerepelni. Igyekszem a fiatalokhoz elérni legfőképpen, de természetesen a felnőttekhez is. Nekem ez mindig nagyon nagy álmom volt, hogy a mottómat, az életemet, a lényemet, illetve azt, amit próbálok közvetíteni, kommunikálni, azt minél többekhez eljuttassam, és azt gondolom, hogy erre az internet és az online tér az egyik leggyorsabb és legnagyobb csatorna, úgyhogy a vicces, olykor tanulságos, vagy pedig nagyon fontos jellegű videók azok, amik gyártás alatt vannak most, de inkább igyekszem felhívni olyan dolgokra a figyelmet, amik a közért vannak, és az emberek biztonságáért, egészségéért és boldogságáért. Gábor atya, nálad ugye itt voltak... Azt mondtad, hogy mizu. Igen. Ja, ez egy új műsor. Ez egy jó felhívás. Ez egy új műsor. Mizu. Nálatok is volt aztán itt mindenféle verzió arra, hogy hogyan lehet misézni. Igen. De azt láttam, hogy azért nálad is megmaradtak ennek a pozitívumai. Ugye most nálad is azért van sok olyan, hogy videókon keresztül... Igen, részben. Ez egyik, ami mondjuk ha személyes hozadék az, hogy ezt az internetes felületet megtaláltam magamnak valamennyire. De azt hiszem, hogy nekem, ami mint plébánosként élmény számomra az, hogy az online térbe kialakult csoportok az offline világban is működnek, és nekem azért ez sokkal fontosabb volt, hogy amikor az első hullámosdi beindult, akkor próbáltam egy ilyen virtuális szintre átvinni a plébeni működését, és akkor műszaki csoporttól kezdve a felolvasói csoporton, hát mindenféle csoportok létrejöttek, és ugye az volt a nagy kérdés, hogy tud-e ez majd úgy működni, hogy amikor visszatér a normál kerékvágásba, vagy az új kerékvágásba a világ ezzel a tapasztalattal, akkor fog-e tovább menni a dolog. És az élményem, hogy igen. Nekem ez egy ilyen nagy vágyam, lehet, hogy ez ilyen furán hangzik, de hogy sokszor beszélnek arról a templomi
közösség, na, az a templomban összegyűlt emberekről, most próbálom jól elmondani, hogy a szavak érthetővé váljanak, hogy a templomban összegyűlő embereket sokszor úgy szokták hívni, hogy közösség. És én ezzel mindig küzdök, hogy ez nem közösség. És kerestem azt a szót, hogy tulajdonképpen ez micsoda, akik úgy ott vagyunk. És ugye a katolikus nyelvezetünkben furán hangzik, de aztán arra találtam, hogy mi tulajdonképpen egy gyülekezet vagyunk. De emberek, akik összegyűlnek, hogy az Isten szavát hallják, ez egy nagyon pozitív tartalom, de nekem ez még nem közösség. Mert hogy ott válik közösséggel történet, amikor az embereknek közük is lesz egymáshoz. És hogy most nekem ez az élményem, hogy akár az online térben elinduló csoportok, akár utána most a mostani időszakban is egy csomó olyan vonal indul el, vagy olyan szál indul el, Öreghegyen is, Almási telepen is, amiket megélek, amikor azt érzem, hogy na elindulunk valami olyan irányba, amit úgy hívunk, hogy közösség. És ugye ezért nekem egy nagy vágyam. Úgyhogy ha valami személyes élmény, akkor talán ez ennek a megélése, vagy ennek az öröme, hogy ezt megtapasztalhatom, hogy most már itt vagyok 2007 óta plébánosként, és hogy ez valahogy soha nem tudtam magamnak megfogalmazni, hogy mi az, ami hiányzik nekem, vagy mi az, amit tehetnék, és most pedig elindult egy olyan, amivel ráadásul azt is élem meg, hogy nekem nincs is olyan nagy közöm ehhez, tehát nem miattam működik a dolog, mert ez is egy ilyen vágyam volt, hanem most már vannak ilyen önjáró folyamatok, amik egyrészt az emberek egymáshoz kapcsolódásáról szólnak, másrészt meg annak az ügynek a fontosságáról, ami meg számomra fontos, ez a kereszténység ügye. Úgyhogy ez ami személyes örömöm, azt hiszem, hogy talán ez a plébánosságom megélésében. Ebben az időszakban egyébként, most ez nem tudom, nem biztos, hogy jól fogalmazom, de mennyire fordulnak azok, akik nem hisznek Isten felé? Mennyire tapasztalod ezt? Nincs változás. Nincs változás, én nem érzem. Szóval volt bennem egy ilyen, még amikor az legelső időszak volt, még amikor az első hullám volt egy ilyen naív elképzelésem, hogy itt aztán nagy megtérések, meg Istenhez fordulások, mert az emberek nehéz helyzetbe kerülnek, és majd akkor. De tulajdonképpen nem. Tehát, hogy aki eddig hívő volt, az továbbra is gyakorolja hitét, de azt nem látom, hogy valaki azért válik hívővé, mert most egy ilyen helyzet van. Hanem, hogy van most egy ilyen helyzet, amire megszülettek emberi válaszok, valakik jobban odafigyelnek másokra, de azt hiszem, hogy a nagy többségén inkább talán úgy fogalmaznék, hogy mindenki megpróbálja megtalálni a túlélési technikáját. És ez ebből az lesz, hogy valaki jobban elkezd segíteni, odafigyel másikra, mert az jelent neki valamit nagyon jó. Ha valaki, ugye van a másik véglet, a lázadás, és akkor azt mondjuk, hogy én nem hiszek, nem fogadom, nem akarom, ez is egyfajta túlélési technika, de azt nem látom, hogy mondjuk tömeges megtérések lennének, és most mindenki az Istenhez akarna fordulni, mert most egy olyan helyzetbe kerültünk. Viszont azt ne felejtsük el, hogy a plébániátok életében is azért voltak történések, hiszen most az eukarisztikus kongresszusra gondolok, például az is mondjuk, ha a közösséget tekintve nézzük, azért az is egy jelentős esemény volt, de volt zarándoklat, és a többi. Igen, igen, igen. Ezek mind olyan programok voltak, amiben azt kerestük, hogy hogyan tudunk összekapcsolódni, és hogyan tudjuk megtalálni azt, hogy közük legyen egymáshoz, emberekhez. És talán nem is az, hogy most erőt, hanem inkább az, hogy tartozom valahova, szerintem az fontos. És itt nem is biztos, hogy az a kérdés, hogy valaki vallásos vagy nem vallásos, mert hogy ide alapvetően azok az emberek kapcsolódnak be, akiknek van valami közük a hithez. Az már az én következő vágyam, hogy akik ide tartoznak közösségbe, annyira tartsák fontosnak ezt az ügyet, hogy meghívjanak ide másokat is. De ahhoz el kell jutni, hogy ez mindenkinek személyesen fontos legyen. De itt megint azt hiszem, hogy tulajdonképpen nagyon hasonlítunk mindegyikünk a saját területén, ugye amit te is itt mondtál, hogy a videókat készíted, hogy átad azoknak az embereknek, akik hallgatnak, látnak téged, figyelnek téged, hogy ami neked fontos, eljusson hozzájuk, de ugyanamit a Jani is mondott az előbb, hogy kimegy az utcára embereknek átadni valamit, tehát hogy valahol mindegyikünk ilyen hasonló módon gondolkodik, hogy van valami, amit ő értéknek, fontosnak tart a saját életében, arra minél többeket szeretne meghívni, és aztán mindenkinek keresi szerintem a jó eszközöket arra, hogy ez működni tudjon. Teljes mértékben egyetértek. Vagyunk az átadók. Na akkor te, mint egy harmadik átadó. Hát nálad most már azért beszéltünk erről, ugye, hogy talán ez a helyzet hozta azt, hogy kivittétek jobban az utcára, az emberek közé ezt a lehetőséget, hogy mondjuk
meghallgassanak egy-egy anyáknak egy fellépést, egy fellépést például. Igen, illetve hogy én azt gondolom, hogy a színház az annyira élő műfaj, és az annyira nem online térbe való. Tehát ha a Vörösmarty színházra gondolok, akkor 470 ember beül egy esti eladásra. Az aznapi csoda csak az a 470 ember és a színészek között és az alkotók között jön létre aznap este. És hiába játsszuk másnap ugyanazt az előadást, az egy másik előadás lesz. A történet ugyanaz. De azok az energiák, és azok a reakciók, és az a boldogsághormon, vagy az a plusz szellemi töltet, amit egy előadás ad, az csak ott, abban a pillanatban történhet meg. Ezért én nem hiszem, hogy az online térben működhetne a színház. Ezért is gondoltam azt, hogy amikor nem lehetett játszani, akkor menjünk ki az utcára, és akkor próbálkozzunk ott valamit adni. Tehát, de hogyha az volt a kérdés, hogy nekem ez a helyzet mit adott, vagy mit nem adott, én azt gondolom, hogy nagyon sokat elvett, viszont rengeteget kaptam tőle. Például azáltal, hogy az első három hullám, ugye erről beszéltünk már, hogy több mint 7 hónapot önkénteskedtem folyamatosan, ami nagyon-nagyon sok idő, nagyon sok emberrel ismerkedtem meg, nagyon sok élethelyzettel. Nagyon jó volt megélni azt, hogy hónapokig csak azt látták, hogy telefonálgatok, majd amikor már lehetett és elkezdtem játszani, akkor eljöttek és megnéztek. Színházban is mondták, hogy milyen furcsa volt, hogy eddig csak úgy, hogy telefonálgatta, és akkor most meg ott vagy a színpadon. Tehát nagyon, nagyon jó találkozások, beszélgetések voltak. Úgyhogy tulajdonképpen én hálás vagyok mindenért, de a leghálásabb azért, hogy újra játszhatunk a közönségnek. Nekem ez a legfontosabb. Most éppen mennyire vagy elfoglalt? Most éppen nagyon hála Istennek, tehát hála Istennek most éppen az van, hogy minden nap, a múlt héten is nagyon sokat játszottam. Nagyon jó volt újra megélni az adventi ablakot, ugye én azt hiszem, hogy amióta elkezdtük itt Fehérváron, minden évben voltam ablakban. Tavaly volt először, hogy online videót kellett küldeni, hát nagyon nehezen ment, tehát nem tudom, hányszor futottam neki, mire hibátlanul felmondtam, amit szerettem volna. És utána, vagy most, amikor felléptem, hogy kinyílik az ablak, és hogy ott állt rengeteg ember, Gábor atya is mondta, hogy tényleg ahhoz képest, hogy sűvítő jeges szél fújt, hogy kinyílt az ablak, és akkor így odaálltam az ablakhoz, kezdve volt a mikrofon, most is kiráz a hideg, hogy az emberek így, tényleg mint egy csodát várnak, nem engem, hanem hogy mi fog történni, mi lesz az a produkció. És hogy 3 perc gyönyörűség. Tehát, hogy és azt látom, hogy az emberek boldogok, és vidámak. Most az online tér nekem nem tudja átadni. Tehát hiába is próbálom magam produkálni, nem is szeretném. Személyesen tudok ehhez kapcsolódni, csak a diákokat, fiatalokat akartam elmesélni, ugye, hogy másfél évig nem csak hogy home office státuszban voltam, de ugye nem is tudtam eljárni az iskolákba, és mind az önkormányzati programmal, mint pedig magán jelleggel járom most az országot, és adok elő fiatalok előtt, és azt látom rajtuk is, pedig aztán ugye az a korosztály, akik jól el vannak a számítógéppel is, de mégis azt látom rajtuk, hogy nagyon-nagyon intenzíven figyelnek, éhesek arra, hogy legyen valami produktum, hogy kapjanak valamit, hogy át tudjak nekik adni valamit, amikor megkapom azt az érzést én is, hogy 50-100 diák áll fel egyszerre, ha megkérem őket, és kiabálja a motómat, vagy amit megbeszélünk közösen, és tényleg mosolyognak és boldogok, ez nagyon pozitív, és nagyon érdekes, hogy ők is mennyire ki vannak éhezve az élményekre. És bocsáss meg, hogy visszaveszem a szót, hogy tulajdonképpen annyira kevés kell ahhoz, hogy valami örömöt adjunk egy másik embernek, és annyira nem a pénzem múlik, de tényleg nem. Tehát, hogyha mondjuk a tegnap esti gyertyagyújtás, hogyha valaki azon ott volt, vagy meghallgatta ezt a dalt, és az ott a 3 perc alatt kapott valamit, akkor én azt gondolom, hogy igenis így kellene élnünk továbbra, és hálásnak lenni mindenért, ami van. Nem? Tehát, tehát bennem, amit a legjobban felerősítette be az egészbe, a hála. A hála azért, hogy játszhatok, hogy találkozhatok emberekkel, hogy valamit adhatok. Tehát, hogy itt lehetek, de komolyan. Tehát én azt hiszem, hogy ennél több, nem hiszem, hogy kell. Bennem is ez fog, hogy tegnap, amikor a gyertyagyújtáson beszéltem, akkor volt ez így bennem, most ez így mocorog egy jó ideje bennem ez a gondolat, és voltak kint barátaim, és mondták, hogy most már megírjuk a prédikációdat, mert fejből tudjuk, hogy miket mondasz, és hogy ott is elevittem, hogy nekem is ez nagyon fontos, hogy ezt a megajándékozottságomat észrevenni, hogy abból fakad az igazi öröm. Mert hogy, és úgy, ugye mondtad az előbb, amikor így elindult így a beszélgetésünk, hogy ne beszélgessünk már arról, hogy mi az, ami rossz volt, mert még milyen nehézségek, minden, hogy olyan könnyen belecsúszunk abba a csapdába, hogy akkor már ez is rossz volt, megbezárkózunk, meg eltávolodunk, meg nem.
Igen, igen, de hogy, és azért örülök neki, hogy most tulajdonképpen az jut el, hogy és akkor mi volt a jó? Mert hogy ezt úgy elfelejtjük, vagy nagyon könnyen belecsúszunk, vagy belecsúszhatunk ebbe a csapdába. Akár én magam is így, én tudatosan próbálok odafigyelni erre, meg ezt képviselni, hogy megkérdezik, hogy akkor hogy vagy, és mondom, hogy végülis minden rendben van az életemben, miért ne lennék jól. Tehát, hogy akkor ennek tudjak körülni, és akkor ez valahogy sokkal jobb lendületet tud adni, mint az, hogy azon kesegek, hogy most mennyire megváltoztak a körülmények, mennyire másképpen van minden, mint régen volt. Hát igen. De hogy akkor most ebben találjam meg azt, hogy hogyan tudok élni, meg tudok örülni. Polgármester úr, hát azt nem tudom, hogy az, hogy egy személyben kellett döntést hoznod, az mennyi jót jelenthetett. Bár biztos, hogy voltak ennek előnyei is. Hát legalábbis gyorsabb volt. Nem tudom, hogy jó volt, hogy gyorsabb volt. De viszont az is jó volt, hogy nem szavazott le senki. Hát, legfeljebb magam az, de az egy kicsit furcsa életérzés. Egyik barátomban tesztünk, hogy nagyon-nagyon magyarázott. Te is jól ismered ezt a barátomat. Nagyon-nagyon magyarázott. És akkor így mondta, csak megállt. Bocsánat, hogy belevágok a szavamba, és akkor folytatom tovább. Tehát, hogy így... Hát nyilván ez egy sajátos helyzet volt, minden hivatásban megvolt az a nehézség, amivel szembe kellett nézni, és egy csomó olyat beleértve, amivel nem találkoztam korábban, senki nem készülhetett föl, nem készített föl, nem volt egy csodakönyv a polcon, amit le kell emelni, na ezt akkor 1982-ben úgy csinálták, hogy, és akkor most itt van egy példa. Ezért én egy kicsit azt rosszul is láttam, hogy a közéleti szereplők egymással kapcsolatban nem voltak egy kicsit megengedőbbek, és ez mindenkire igaz, nem egyes elemeket szeretnék kiemelni, hanem egy kicsit megengedőbbnek a tekintetben, hogy más se csinált ilyet, más se volt ilyen helyzetben. Másnak is úgy kell dönteni, hogy ilyen nem volt előzménybe. És ez szerintem fontos lett volna, hogy kicsit jobban beleéljük magunkat a másik helyzetébe. Bár ez szerintem talán Fehérváron, bár nyilván én elfogult szereplő vagyok, jól működött, hogy összességében itt a közösség szerintem erőről tudott egy kicsit számot adni, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. De én is inkább most arra csatolnék vissza, mert polgármesterként sokszor el szoktam mondani, hogy történt ez az elmúlt másfél-két év, de az emberi kapcsolatokban én is sok ilyen dolgot és pozitív dolgot vettem észre. Akár apaként is nagyon jó volt megélni, hogy mennyit javult vagy erősödött a gyermekeim közötti testvéri kapcsolat. Ezt kifejezetten feleségemmel szoktuk nézni, hogy a fiúk kapcsolatára, ugye három gyerek van, nyilván az Emmát mindenki szereti, szeretgeti, de a két fiú között nem volt mindig harmadikos a kapcsolat, vagy inkább azt mondom, hogy olyan nem volt igazán kapcsolat, és ez nagyon megváltozott. Hogy mekkora élmény az, amikor a nagy fölhívja a középsőt Ágostont, hogy fiá Ágoston, eljössz velünk, megyünk most valahova este a barátokkal, és gyere el te is. És ez egy szülőnek óriási élmény, hogy látom azt, hogy na akkor ők tényleg számíthatnak majd egymásra akkor is, amikor mi már Edinával nem leszünk, vagy nem úgy leszünk, mint amikor ők még cseperedtek föl. Szerintem nagyon, nagyon fontos, és ez egy nagyon nagy élmény volt. Ugye most sajnos a karantén miatt szombaton volt a szalagavatója az Alánnak, amin nem tudtam részt venni. Ez nyilván nekem apaként nagyon fájdalmas volt, de az nagyon pozitív volt, hogy az Ágostól rögtön mondta, hogy anya, akkor én kísérlek el. És akkor ők együtt mentek el, és akkor tudtam, hogy az Edina nem egyedül ment, hanem elment vele a középső, és akkor ők ott segítenek anyának ezekben az érzelmes pillanatokban. És ezek jó dolgok, vagy hogyha itt van már Mokka, még nem csak egy gyönyörű kutya, hanem most együtt utaztunk vele Zsófékkal, hát egy fantasztikus, értelmes jószág. És mi is gazdagodtunk ebbe a másfél évben egy kutyussal. Ami szerintem egy remek döntése volt a feleségemnek, hogy engedte. És most már ott van velünk, mi azt mondjuk Edinával, hogy ő a mi első unokánk, a középső gyermek Ágoston a gazdi, hát Emma meg Zalán, meg mi meg rontjuk, de hát egy óriási, óriási örömet hozott a család mindennapjaiba, és szerintem, ha nincs Covid, akkor valószínűleg nincs Carlos velünk. Tehát sose tudjuk, hogy a gondviselés mikor, miben, hogyan hoz valamit, ami egyébként egy közösségnek fontos ebben egy család ugyanolyan közösségnek számít, mint hogyha nagyobb terekről beszélgetünk. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy inkább ezeket a pillanatokat keressük meg, és a hiány az másban valami pluszt hozhat, valami gazdagságot. És hogyha ezt tudjuk megragadni,
akkor azért vagyunk emberek, hogy ebben erőt tudjunk egy kicsit meríteni. És szerintem ez fontos, hogy ezt üzenjük, mert közben nagyon sokakon azt látom, hogy vannak sérülések emberi kapcsolatokban, vannak sérülések közösségekben, nem úgy élet egy-egy közösség újjá, ahogy az működött a Covid előtt, és szerintem van dolgunk, ha most arról beszélünk, hogy átadó emberek ülnek itt, hogy ebben segítsük őket, hogy egy kicsit kibillentsük, átbillentsük őket az életnek ezeken a nehézségein, mert ha utána visszatalálnak, akkor lehet, hogy az a kapcsolat erősebb lesz, mint ahogy egyébként, ami korábban volt. Lehet, hogy akkor egy kicsit felszínesebb volt, most meg tartalmilag sokkal mélyebb tud lenni. És szerintem van okunk arra, hogy a 2021-ben megtaláljuk egyénileg is, de nagyobb közösségeket tekintve is azokat a dolgokat, amiből lehet meríteni. És hát hiszek abba, hogy a városnak is vannak sérülései ebből a másfél-két évből, de összességében tudunk ezekből a sérülésekből inkább építkezni. Szerintem ez a nagy feladatunk általában a közéleti embereknek, és ezt most ezért használom ezt a szót, mert ezt sokkal tágabb értelemben gondolom. Tehát akiknek közösségekkel van dolguk, ott nagyon nagy a felelősség. Egy ilyen szituációban talán még inkább nagy a felelősségünk, hogy ezt próbáljuk átadni és üzenni. És mondom, én a saját életemből is tudnék abszolút pozitív változásokat hozni, vagy mekkora öröm az, hogy sokkal szorosabb lett az unoka-nagyszülő kapcsolat, az unoka részéről, mert nyilván nagyszülő részéről korábban is nagyon szoros volt, de hogy amikor jön az a gyerek, hogy ma fölhívtam a nagyit, fölugrottam hozzá egy fél órára, és már nem mi mondtuk, nem nekünk kellett azt mondani, hogy mikor látogatta, nem, már magától, mert megélte azt, hogy milyen volt, amikor ez nem volt magától értetődő, és elment, és hát nyilván egy nagyszülőnek ennél nagyobb boldogság pedig nincsen, és akkor jön a telefon, hogy szóltatok, nem mi szóltunk, ez neki jutott eszébe, és ennél nagyobb érték nincsen. Szóval szerintem meg kell találni ezekben a helyzetekben ezeket a pozitív dolgokat, és szerintem mindenkinek az életében vannak ilyen pozitív dolgok, és szerintem ezek kellene, hogy a hangsúlyosabbak lettnek. Most az, hogy nem az online térbe találkozunk, hanem itt a stúdióban is, és együtt vagyunk, szerintem ez egy pozitív. Tehát szerintem ennek igenis lehet örülni, ez megint a normális életbe való visszatalálás, egy újabb pici mérföldkő. Igen, találkoztunk mi már mindenhol, a városházban, az online térben. Reméljük valahogy így ezek között megmaradunk, csak ne az online térbe kelljen. Még egy gondolat erejéig azért nem mehetek el amellett, hogy azért a város nagyon szépen tartja azt a fejlődését, amit eddig is. Tehát, hogy azért az egy nagyon szép dolog szerintem, hogy ugyanúgy minden ment tovább, és hát igen, bár ebben nagyon elfogult szereplő vagyok, tehát ezt nem biztos, hogy én tudom a leghitelesebben megítélni. Nyilván talán a legtöbb információ az nálam van a városról, de nyilván én nem tudom kívülről nézni azt a munkát, amihez nyilván az embernek köze van. De talán azért ezt a másfél-két évet próbáltuk nagyon-nagyon sok a közös erőfeszítésével, munkájával úgy átvészelni. Nem tudtuk, hogy meddig tart, ugye most se tudjuk még, hogy pontosan mi van előttünk. Most már azért nagyon sok tapasztalat van, és ebből a tapasztalatból szerintem lehetett 21-ben már lehetett építkezni, és szerintem 22-re is könnyebb így fölkészülni, mint volt 20 tavaszán, amikor hirtelen ott volt egy olyan helyzet, amivel egyikünk sem találkozott, és kellett valahogy a városnak is ehhez igazodni. Én hálás vagyok a fehérváriaknak, mert szerintem ez ebben a városban jól sikerült, és ez nélkülük nem ment volna. És ebben én tényleg az egészségügy, szociális, és akkor most azért nem folytatom, mert valahol kihagynék valakit, akit méltatlan, hogy kihagynék. De azért csak mondjuk, ha már az oltásról beszéltem, azért tudjuk, hogy Fejér megye, Pest megye után a második legnagyobb átoltottsággal rendelkező megye, és informálisan azt is tudjuk ebből fakadóan, hogy Székesfehérvár pedig az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb átoltottsággal rendelkező nagyváros az egész országban. Ez azért egy jó erős közösségre val. Ez nem azért van, mert én X-szer kértem, vagy más kérte, hanem azért, mert az emberekben volt felelősségérzet egymással szemben is. Nem a polgármester irányába, vagy a kormány, vagy egy szakember, vagy akár egy orvos irányába, hanem kicsit egymással, a közösségek irányába, és ezt jó tapasztalat volt megélni. Szerintem erre lehetünk büszkék, erre lehet építkezni. Ez ugye korán sem azt jelenti, hogy minden tökéletes, nem az új unalmas is lenne szerintem, de egyébként valószínűleg arra nem is lennénk képesek, mert úgyis találna valaki valamiben valamilyen olyan dolgot, ami neki az úgy nem tetszik, mert azért magyarok is vagyunk, és ezért össze is tudunk fogni, meg néha ketten, három fele is tudunk szaladni, mindegyik val ránk, de mellette én büszke vagyok a városunkra, szerintem jól vizsgázott.
és ehhez is, ez is eredményezte azt, hogy a 21-et egyébként sokkal jobban zárjuk minden szempontból, mint ahogy mondjuk 21 elején arra számítottunk. Ez nagyon-nagyon sok munkájával, erőfeszítésével volt csak elérhető, úgyhogy sokaknak jár a köszönet. Az, hogy közben meg a fejlesztések nem álltak le, működnek, sőt, gyakorlatilag ennek az évnek az utolsó időszakában nagyon sok és nagyon fontos alapvető fejlesztés indult el, kórházfejlesztése, hogy csak egyet emeljek, de hát jön létre közösségi tér, amit remélem, hogy nagyon sokféle programmal tudunk megtölteni, ahol én mindig azt hangsúlyozom, hogy lehet azt onnan nézni, hogy ez mibe kerül, de az a pillanat, de utána ott lesz az a tér azért, hogy az emberek összejöhessenek. És annál szerintem a mai világban nincs fontosabb, mint hogy itt nem érdegélünk egyenként, magányosan, otthon százezren, hanem minket egy csomó minden összeköt. És ahhoz viszont olyan terek kellenek, ahol az emberek össze tudnak jönni. Ezért fontos, hogy mi történik a színházban, ezért fontos az, hogy néznek ki belül minden értelemben a templomaink, nem csak fizikai valójában, hanem lelki valójában, és ezért fontos az, hogy létrejön olyan csarnok, ahol mondjuk több ezer ember össze tud jönni, és majd néha Volánnak fog szurkolni, néha egy koncerten fog részt venni, néha egy tudományos vásáron tud részt venni, de lesz végre tér. És ha ez megadatik a szegedinek, megadatik a veszpréminek, akkor adasson már meg a székesfehérvári embernek is. Ez a város ezért szerintem megdolgozott, és közösségként bizonyította, hogy szeret közösségben gondolkodni, ehhez viszont terek kellenek, ahol ezt megélhetik. És ha van tanulsága ennek a másfél-két évnek, hogy nagyon-nagyon nem volt jó mondjuk úgy bemenni a városházára, hogy kinéztem, és órákig nem ment át senki a téren. És néha átnéztem Püspök úrhoz, őkinek ugye nyitva volt az ablak, mondom, de jó lelkám, akkor valaki itt a közelembe van. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon nem volt jó megélni, és ehhez képest mondjuk az augusztust megélni, a rendezvényeket megélni, az egy óriási, óriási öröm volt, és szerintem nem csak a polgármesternek, hanem biztos vagyok benne, hogy mindenkinek, aki ennek a részese vált. Szerintem ebből táplálkozzunk 22-ben is. De hát azért 21-ből még szép dolgok vannak hátra, úgyhogy azt éljük meg. Pont ezt akartam mondani, hogy akkor most ezt rakjuk el a polcra, és reméljük, hogy nem kell nagyon elővennünk. Beszéljünk egy kicsit az ünnepekről, hogy hogyan készültök. Mindenkinél család van, legtöbbötöknél kutya van. Kutya gyerek. Pont. Hogy lesz? Zsófi, megint mindenki rá? Igen, ránéztem, igen, természetesen. Bevált a sorrend. Rendben. Akkor legközelebb már nem kérdezem. Köszönöm szépen a szót, meg a figyelmet. Hát én, ahogy mi hívjuk, mi a szőrös gyerekkel, szőrös unokával töltjük édes anyámmal és édesapámmal a karácsonyt, úgyhogy nálunk szó szerint az a nagy ünneplés, hogy mit veszünk neki ajándékba, és mit rejtünk neki a karácsonyfa alá. Úgyhogy én családi és szeretetteljes körülmények között fogom mindenképpen tölteni az ünnepeket. Ez nálunk nagyon fontos, így az idősödő szüleimmel együtt. Illetve hát viccen kívül, ugye ez a kis új vonal az életemnek, nagyon sok tartalmat szeretnék gyártani, ami vidámmá és boldoggá tudja tenni az embereket. Futás az hogy megy? Köszönöm szépen, a sport is megy. Bocsánat, csak közben itt Mokka nagyon szeretne barátkozni, szeretné átvenni. Mondom, mindig átveszi tőlem a stafétabotot, tehát hogy mindig le akarja az én produkciómat tolni. A futás és a sportolás is megy. Sajnos én is küzdök néha betegségekkel, szerencsére nem Covid-dal most már, de azok legyengítik eléggé az immunrendszeremet, hogy az egy picit megnehezíti, de nagyon igyekszek sportolni és szép eredményeket elérni mai napig. És akkor idén mennyi lesz még, ami a munkából jut? Hát mára, pont szombati napon itt mindenki említette a csodálatos hétvégéjét, hát mi is a szép programmal 3 órát is tartottunk a szombati munkanapon, úgyhogy nagyon nagy élmény volt az, hogy újra diákokkal lehetünk. Ugyan az online térben kellett megtartanunk a szép órákat, de így is több száz diák hozzájuthattunk azon a napon. Úgyhogy még volt munka, de most már inkább a jövő év szervezésé már a hangsúly. Mokka lefoglalt engem. Igen, igen, teljesen. Gábor atyát elvesztettük. Annyira nagyos. Ide vissza, gyere, szépen ide, fekszik. Nálatok hogy lesz a készülődés? Hát nálam, itt azért van egy csomó. Már zajlik a készülődés, ugye a rákrémisék vannak most így az adventi időszakban. Fekszik. Azt képest friss vagy, Gábor. Igen, igen, nekem ez nagy kereszt, tehát én azért nem szoktam általában olyan korán kelni, vagy hát nem nagyon korán kelni, nagyjából ilyen fél hét, 7 óra körül szoktam kelni, és most így át kell állni mondjuk a 4-6-os kelésre, és az nekem nem egy olyan könnyű dolog, de hát ugyanakkor meg a másik oldala, meg a szépsége annak az, hogy mondjuk egy 50-60 ember ott van a reggeli miséken, akiknek fontos az, hogy a karácsonyi készülődésükben ez így benne legyen.
A másik, ami már így előttem van, vagy így megjelenik előttem képként, egy kicsit lehet, hogy valami hasonló lesz a karácsony, mint amilyen egy színésznek lehet, amikor én nagy sok előadáson egymás után. Most így kiszámolgattam, hogy hány misét fogok majd mondani, mondjuk így a karácsonyi hétvégén, ez egy elég jó kis szám jött ki belőle, úgyhogy... Megtudhatjuk. Hát most 24-25-26-a most ugye hétvége lesz, így 12 lesz majd a miségben. Ez egy szép nagy szám, de ugyanakkor meg úgy készülök rá, mert volt már ilyen karácsony ünnepre, és hogy ennyire egy összecsúszott, hogy hétvége. De hogy mindegyik misének megvan a maga szépsége, amire én szívesen benne vagyok, és talán ez a legszebb időszak. Úgyhogy ez is benne a készülődésemben. És akkor a személyes készülődés, mondjuk ez a plébánosi készülődésem, az pedig az, hogy a tesómékkal szoktunk szenteste összejönni, és akkor ott ez már nagyon-nagyon régi szokás, hogy akkor önálló gyűjtünk össze, akkor tárcon laknak, és oda vonul ki, akkor anyukával mindenkivel kimegy a család, és akkor ott együtt, szenteste együtt vagyunk, ott van az ajándékozás, meg közös vacsora, másnap anyukánál van egy közös ebéd. Illetve most az idén is úgy lesz, hogy tavaly nálam a plébánián lesz az ebéd, akkor meg oda jönnek hozzám a tesó, még csak anyukám oda hozza majd a... Ja, hogy ő fog megfőzni azért. Ő fog megfőzni, tehát biztosra mentek. Biztosra mentek. Azért anyuka főzt, kérem, tehát azért ez így. Úgyhogy aztán jönnek a tesómék, meg amire így készülök, hogy nekünk van egy ilyen családi szokásunk, még apukám még kezdték el annak idején, hogy van egy családi férfi nap, december 28-a, és akkor most már nagyon szépen fölnőtt, hogy annak idején, mint az apukák elkezdtek, most már a fiak, meg már egy-két unoka is megjelenik, és akkor csak a fiúk vagyunk olyankor együtt. És akkor az tényleg egy ilyen felszabadult együttlét, úgyhogy azt várom még nagyon, az mindig ez évnek egy ilyen kitüntetett pontja, és akkor kimegyünk csorra, ott van a nagybátyáméknak a telke, és akkor ott úgy a fiúk együtt vannak. És az mindig egy nagyon jó élmény szokott lenni. Úgyhogy nekem a karácsonyozásba ez is úgy beletartozik, hogy így együtt vagyunk. Jani, nálatok, hát most még azért lesznek előadások is, hogy szerencsére, készülődés. Szerencsére igen, nagyon-nagyon örülök annak, hogy most megint ugye a munka van túlsúlyba, és hát külön szervezést igényel, hogy hogyan fog majd kinézni a családi együttlét. Ugye tavaly nem játszottunk, és nem volt munka, és mindenre volt idő, és ez engem nagyon idegesített, mert nagyon hiányzott a munka. Tehát nekem a kettő együtt adja a karácsony. Nagyon jó, hogy idén karácsonykor játszani fogunk a Vörösmarty Színházban, hogy 26-án játsszuk a Diótöröcske című zenés mesejátékot. Ugye most decemberben több alkalommal is játszottuk, mert is játszani is fogjuk. Hát hihetetlen öröm és boldogság, amiről eddig is beszéltem, hogy felmegy a függöny, és egyszer csak a gyerekek, hogy hú, az ember ezt így meghallja, hogy a gyerekek, és hogy micsoda izgalommal vannak a nézőtéren. Tehát nekem természetesen a család nagyon fontos, és minden családtagomat imádom, és tényleg, tehát ez nem kérdés. De én azt gondolom, hogy én akkor tudok igazán teljes ember lenni, hogyha a munka része is rendben van. Tehát, és nem, nyilván nem állítok sorrend, és nem mondom azt, hogy most ez a legfontosabb, nekem együtt fontos. És nagyon hiányzott például tavaly az, hogy nem sétálgattam a belvárosba, én imádom a belvárosunkat, hogy csillog-villog minden, én ebbe a karácsonyi dologba abszolút gyerek maradtam, és az is maradok szerintem, ameddig csak élek. Imádok csak végigmenni, hallgatni, hogy az emberek hogy nevetgélnek, hogy a kisgyerek mondja, hogy vegyünk kürtös karácsot, érzem az illatát a forradból, nem tudom, én prób és leadás között ezzel szoktam töltekezni, hogy végigmegyek a belvárosba, aztán vissza. Tehát, hogy nekem ez így mind-mind szükségeltetik ahhoz, hogy aztán majd 24-25-én úgy teljes egészében lelkileg ott legyünk a karácsonyfa körül, és nagyon jó, hogy 26-án meg már játszom is, úgyhogy nekem ez így teljes. Polgármester úr, hát nálatok azért van három gyerkőc, kutya. Meg hát még azért munka is van idén. Még igen, még közgyűlés is lesz. Nyilván az a munka része, ráadásul fontos, mert sok döntést kell még idén meghoznunk. De aztán nagyon szép programok várnak még ránk a következő napokban, és hát ott van a hétvége, ami negyedik gyertyagyújtás, ami mindig egy nagyon szép és különleges alkalom, ugye hagyományosan Püspök úrral közösen gyújtjuk meg a város negyedik gyertyáját. Bízom benne, hogy az idő az kedvező lesz, és sokan eljönnek, és ebből is tudnak majd egy kicsit töltekezni. Aztán egyébként érdekes, hogy megyünk a színházba is az egyik előadással, ami miatt izgalmas, hogy ez most azoknak a tópartis diákoknak lesz, akik még a Maradj Otthon kampányban nyerték ezt egyszer a díjat, és most sikerül megoldani. Szerintem ők egyébként örülnek, mert most jöhetnek itt színházba, és biztos, hogy jól fogják magukat érezni.
És nálunk hagyományosan mindig 24-25-26 az részben Balatonon történik, oda vonulunk egy kicsit vissza, és akkor van, amikor a nagy család hozzánk jön, illetve mi megyünk be anyuék, vagy jövünk be anyuékhoz ebédelni, aztán mindig a 26-a délután az egy ilyen nagy társasjáték játszó program bátyámékkal, van egy baráti társaság, aki mindig jön, az mindig ilyen játékok körül szokott zajlani, ahol nyilván rengeteg a gyerek is, tehát biztos, hogy idén is nagyon szép lesz. Sokkal felszabadultabb lesz talán, mint tavaly volt. Ugye tavaly még ha találkozni is lehetett, akkor is ott volt sokakban a bizonytalanság. Nyilván az óvatosság az most is meg lesz, de közben nagyon jó lesz megélni, hogy a karácsony olyan lesz reményeink szerint, ami ennek egy karácsonynak kell lenni, hogy szeretetteljes napok lesznek. Én azt szoktam észrevenni, de aztán nyilván lehet ezzel adott esetben vitatkozni, hogy 12 mise mellett ez lehet, hogy nem teljesen igaz, de talán mégis érthető lesz, amit mondok, hogy az évnek talán ez az egyetlen időszaka ma már, karácsony és a két ünnep közötti időszak, amikor még lelassul az élet. Tehát amikor még az emberek egy picit visszavetnek. Szerintem ez már a nyári szabadság idején sincsen, mert lehet, hogy valaki szabadságon van, de más meg éppen még nincsen. Talán ez a karácsony és a két ünnep között, amikor egy kicsit nem felejtünk el élni, annak a pozitív dolgait figyelembe vélni. Úgyhogy én ezt kívánom minél többeknek, de a következő napokra meg azt, hogy igenis sétáljunk egy jót, találkozzunk, beszélgessünk, együnk kürtös kalácsot, álljunk meg, és egy fél órát, egy órát éppen véletlenül összefutva egy ismerőssel, vagy szándékosan megszervezve. Nagyon-nagyon jól esik az embernek kinézni mondjuk a Városháza ablakán, és azt látni, hogy ezeket a kis asztalokat körbe állják az emberek, és találkoznak. És nagyon-nagyon sokféle generációt látok, és ez mindig mosolyra készteti az embert, hogy ha nincs valami nagyon cudar idő, de lám, még ez a vasárnapi nagyon metsző, hideg, igazi decemberi szél, hideg, még ez sem vett el az emberek kedvét attól, hogy kicsit vacogtak, kicsit fáztak, de hogy találkozzanak egymással. És tartsuk be a szabályokat, de találkozzunk is. Szerintem mind a kettőnek megvan a maga helye, és mikor, ha nem ebben az adventi időszakban is karácsonyhoz közeledve éljük meg. Ne átrohanjunk ezen az időszakon, hogy utána aztán 27-én, hogy jaj, de gyorsan elment. Ez részben mi magunk is tehetünk róla, ha ezt így éljük meg. Néha, nem könnyű, tehát én magam is tudom, hogy még sehol nem tartok az ajándékkérdésében, a másfél hét kiesett. De mégis azért a legfontosabb az, amikor leülünk, amikor kávézzunk egy szép helyen, találkozunk jó barátokkal, beszélgetünk egy picit, néha betérünk a mód, ahol egy kicsit lelkiekben is tudunk gazdagodni, készülődni, és akkor tényleg az év legcsodálatosabb időszaka ez. Én ezt kívánom mindenkinek. Hát még akartam volna kérdezni, de akkor az egy újabb 50 perc lett volna, de akkor ezt meghagyjuk egy nagyon jó záró gondolatnak. Még azért, hogyha gondoljátok, ráfűzhettek egy-egy ilyen hasonló gondolatot, ami kívánság lenne. Nehéz lesz polgármester urat lekörözni most ebben. Meg rád néztünk, Zsófi, rád néztünk meg. Igen, meg én. Gábor, pedig most úgy reménykedtem, hogy most megúszom, kimaradok. Én, amit legutóbb is egy nyilvános helyen kívántam az embereknek, meg legfőképp a fiataloknak, az a nyitottság. Tehát persze a hála, a szeretet, a békesség és a harmónia mellett, hogy legyünk nyitottak a világra, a többi embertársunkra, az élményekre, tehát hogy próbáljunk meg valahogy közösen, egy közösségben együtt nyitottak lenni. Nekem most az adventemet az átváltozás szó, átváltoztatás szó határozza meg, most a miséken erről szoktam elmélkedni, hogy a templomban megtörténik egy csoda, hogy kenyér átváltozik Krisztus testévé, a bor Krisztus vérévé. Amikor én magamhoz veszem az áldozáskor ezt a szent jelet, a szent testet, akkor az engem is átváltoztat, hiszen azt élem meg, hogy én szerethető vagyok, hogy szeretetben vagyok, és én ezt tudom kivinni magammal a templomból. És hogyha ezzel a tudattal megyek ki a templomból, akkor magam körül is át tudom változtatni a világot, hogy a bennem megszülető szereteten keresztül. És akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen karácsony, és erről is ez bennem azok, hogy karácsony minden nap itt van velünk, amikor egy kicsit úgy átváltoztatunk magunk körül valamit, ezt az ajándékot, megajándékozottságot, ennek az örömét, meg ennek az elfogadását. Úgyhogy én meg ezt kívánom mindenkinek, hogy ezt fedezzük fel. Én csatlakoznék Gábor atyához. Tegnap a közösségi oldalamra kitettem egy fotót, hogy az adventi ablakban én voltam a meglepetés. És egy kedves hölgy azt írta, és én ezt kívánom minden kedves fehérvári lakosnak, illetve az egész Fejér megyének ezt kívánnám,
és kapcsolódik abszolút Gábor atyához, hogy legyen az a jelmondatunk a következő évre, így együtt közösen, hogy legyen minden nap ünnep, és hogy ez rajtunk múlik, senki máson. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meséltetek. Én azt gondolom, hogy nagyon jó volt újra látni titeket, újra együtt lenni, és hogy egészségesek vagytok, ez a legfontosabb. És hát találkozzunk jövőre is. Reméljük, hogy ezeket a találkozásokat kicsit majd gyakoribbra tudjuk szabni. Köszönjük szépen. És találkozzunk önökkel is jövőre, hiszen az év utolsó Nálatok Mizuját látták, kedves nézőink. Kellemes ünnepeket kívánunk, áldott együttlétet a családokkal, és boldog új évet a jövő esztendőre. Viszontlátásra!